Jótékonysági estre gyűltek össze a segítőkész győriek szerda este, itt a Pálffy Miklós Kereskedelmi és Szakképzőiskola aulájában. Vencel Kovács Zoltán és Beli Eszter 3 héttel ezelőtt döntött úgy, hogy így módon segítenek a januárban agyvérzést kapott Andorka Viviennek és családjának. Az elővételes jegyek pár nap alatt elkeltek, de a helyszínen is szép számban váltottak tikettet az érdeklődők. Az esten a Győri Nemzeti Színház művészei szórakoztatták a közönséget, akik szívesen mellé álltak a kezdeményezésnek. Lélekben mindenki Vivienre gondolt, hiszen a musical slágerek ezúttal csak érte, miatta csendültek fel. 3 hete jött ez az ötlet, és a kollégáim mellém álltak, és ennek én nagyon örülök, nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttek az emberek, és érdeklődnek ezután az est után, illetve szeretnének segíteni Vivinek. 3 hete jött, nagyon gyorsan szerettünk volna cselekedni, hogy minél hamarabb összejön a műtétre a pénz. Én bízom benne, hogy ma nagyon-nagyon nagy része össze fog jönni ennek az összegnek, amit majd a műsor végén természetesen be fogunk mondani. A jegyeladások mellett egy korábban indított árverés is segített abban, hogy növekedjen az est bevétele. A Tóth Zoltán által felajánlott különleges fotó végül 80 ezer forintért kelt el. Az új tulajdonos, Hajtó Péter azonban nem vitte haza a képet, hanem további 50 ezer forint kíséretében elküldte Viviennek. Így összesen 1.064.000 forint gyűlt össze a gálán, mely nagymértékben segíti a lány műtétjének megvalósítását. Nyilván ez egy nagyon nagy támogatás, tehát rengetegen eljöttek, mint ahogy itt látjuk a háttérben is, hogy nagyon sokan eljöttek most is, úgyhogy mindenki nagyon boldog, hiszen hogyha mindenki eljön, és az az összeg, az a 2000 forint, ugye, amit per jegyért kérnek, illetve kérünk, azzal egy akkora összeg kerül a családhoz, ami nagyon-nagyon nagy mértékben megsegíti a Viviennek a koponya műtétjét, amit remélhetőleg, hogyha minden jól megy, akkor november vége fele meg is történik az amerikai úton. A győri művészek önzetlen összefogása bárki előtt példaértékű lehet, talán így egy fiatal tini esélyt kap arra, hogy új életet kezdhessen.